A helikoni ünnepségek a Dunántúli középiskolás korosztály nagy hagyományokkal rendelkező, két évente megrendezésre kerülő keszthelyi kulturális seregszemléje, ahol a diákok iskolai keretek között 20 művészeti kategóriában szakértő zsűri előtt mérik össze tudásukat. Ennek kvázi főpróbáját tartották meg most. Nagyon sok kategóriában, 10 kategóriában indul az intézmény, balettosok, könnyű zenét éneklők több formációban, az iskola két kórusa, a vegyes kórus és a német nemzetiségi kamara kórus, hangszer, szólók, zeneiskolai művésztanárok felkészítésében és a Bartina Néptánc Együttes garaista diákjaiból alkotott csoport mutatkozik be. Ez két évente szervezik meg Keszthelyen, a Balaton fővárosában. Mint azt az oktató kiemelte, nagy jelentőséggel bír ez az iskola és a diákok életében is, hiszen nem művészeti iskoláról van szó, mégis ilyen népes csapattal képviseltetik magukat a rendezvényen, amit április 25-e és 27-e között tartanak Keszthelyen. A hangszerszólóban többnyire 11-12-es évfolyam most diákok vesznek részt, a csoportokban nem. Vadász Kürt lesz az egyik hangszerszóló, és nem olyan régóta az intézmény attól is különbözik az összes többi iskolától, hogy orgonája van. A felkészítésben egy apuka, Lozsányi Tamás instruálta gyermekét, aki az iskola 10. osztályos diákja, Lozsányi Julianna, és megadatott az a lehetőség, hogy Keszthelyen az evangélikus templomba mutassa be mesterségbeli tudását, orgonál. És az iskolának, mivel orgonája van, tehát így most újból megszólal az orgona. Ezen kívül meg klarinét is elhangzik. Az oktató büszke, hogy ennyire szorgalmasak a növendékek, és izgatottan várja a megmérettetést. Felkészítő tanárok nagyon sok segítségével, alkotó fantáziájával szeptember óta indult a munka. Ezek a művészeti csoportok, amatőr művészeti csoportok, tehát újból minden évben újjá kell építeni ezeket a csoportokat. A lehetőségek szerint választjuk meg, és ezen kívül annak a megvalósításához, hogy eljussunk, nagyon sok támogatót kerestünk meg. Tankerület, Szekszárd városa, több bizottsága, vannak itt vállalkozó szülők is, akik ebben partnerek, két autóbusszal, 74 diák, 5 kísérő tanár utazik Keszthelyre. Garais diákoknak ez nagy szó, hogyha eljuthatnak a Helikonra, és őket választják ki, mint a gimnáziumot képviselő diákokat, hogy megmérettessék magukat az ország talán egyik legrangosabb művészeti versenyén. Ákos elmondta, hogy egy éve már erre a versenyre készül, reméli, jól szerepel majd, hiszen jelenleg ez számára az egyik legfontosabb dolog. Számomra ez egy valóra vált álom, mert Vadász Kürttel nem voltam még ekkora megmérettetésen, úgyhogy nagyon várom a Helikont, és nagyon örülök, hogy részt vehetek ezen. A felkészítő megtiszteltetésnek tartja, hogy az ő növendéke is részt vehet a versenyen. Én most, mint felkészítő tanár vagyok itt, egy klarinétos növendékem van, Báter Aliz, és ez azért nagyon izgalmas számomra, mert most először van olyan lehetőségem, hogy gimnazistát készítsek fel ilyen megmérettetésre. Igazából mi csak regionális versenyeken szoktunk részt venni, vármegyei találkozókon, illetve voltunk már az országos versenyen is, de ilyen kimondottan gimnazistáknak szóló helikoni ünnepségem, mint amihez is lesz Keszthelyen, ilyen még nem voltunk. Szerinte a felkészülés és felkészítés a legfontosabb és legnagyobb élmény is egyben. Nekünk ez megtiszteltetés igazából, tehát az, hogy a gimnáziumból már alapból arra gondoltak, hogy az én növendékem kivívta ezt magának idézőjelben a szorgalmával és a magatartásával, ez egy hatalmas, kivételesen, teljesen, hogy is mondjam, plusz töltetett adó élmény lesz az én alizomnak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok élménnyel fogunk hazajönni, és a felkészítés, ami ez a folyamat, amit ezt jelent, az maga egy nagyon nagy kincs, hiszen minden felkészítés, maga a folyamat a legnagyobb kincs. Az iskola igazgatója ünnepnek nevezte az eseményt, hiszen a rengeteg munka után jól esik azért az ismerős közegben is vastapsot kapni.
Mindez egyértelműen azt mutatja, mennyire színes az intézmény művészeti oktatása. Igen, ahogy Eszter mondta, ünnep van. Minden egyes ilyen egy óra belőlünk ünnep, a művészetek ünnepe, és azt hiszem, hogy a mai ünnepnap, vagy ünnepi alkalom, maradjunk inkább ennél a kifejezésnél, kiemelt a eseménysorozat sorában, hiszen ugye a Helikon két évente kerül megrendezésre, mindig egy nagy kiemelt kulturális művészeti rendezvény. Se nem leány, se meg.